Tüntetők kis csoportja érkezik a szegedi polgármesteri hivatal elé. 4 transzparens tartanak a magasba, a devizahitelesek mentőcsomagja ellen tiltakoznak. Mosolyogva lép ki az autójából Orbán Viktor, és mosolyogva fogott kezet vele Botka László is. A tüntetők ekkor kezdtek el kiabálni. Botka László és Orbán Viktor Lázár János minisztertársaságában lépett be a polgármesteri hivatal épületébe, ahol több mint 2 órán át tárgyaltak. Szinte mozdulni sem tudtak az újságírók a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Mindenki a 2 politikus sajtótájékoztatójára várt. Az érdeklődés azért is volt ekkora, mert ebben a választási ciklusban Orbán Viktor most először ment ellenzéki vezetésű városba, ráadásul lehetséges kihívójával találkozott. Botka László 2 hete jelentette be, hogy a következő választáson az MSZP miniszterelnök jelöltjeként indulna. Hosszú idő után most először volt lehetőség arra, hogy az újságírók kérdezzenek a miniszterelnöktől. Igaz, pártpolitikai kérdésekre érdemben nem válaszolt. Például arra, hogy elképzelhetőnek tart-e egy esetleges Orbán-Botka miniszterelnök jelölti vitát. Miután 11. éve vagyok, vagy talán 12. éve vagyok miniszterelnök, rólam már sok mindent mondtak, sok létező és nem létező gyengeségemre is rámutattak, a nyúlság és a gyávaság eddig még ezek között nem szerepelt. Vita várható, akkor már hagyj kérdezzek vissza. Erről a témáról Botka László sem mondott túl sokat. Köszönöm szépen, nem ez az alkalom, amikor előtt kívánok beszélni. Orbán Viktort az olimpia ellenes népszavazásról is kérdezték, de erről sem akart egyelőre nyilatkozni. Ha az emberek akarnak dönteni róla, akkor majd dönteni is fognak. De támogatja, hogy a kormány tudomásul veszi, hogy olyan formában a döntés, amilyen formában az emberek ezt akarják. A 2 politikus konkrétumokat csak a Modern Városok program szegedi fejlesztéseiről mondott. A jelenleg futó 104 projekten kívül újabb 19-ről állapodtak meg. Körülbelül 40 milliárd forintos értékben az új szegedi téli híd megépítése, vasúti összeköttetése Szeged és Makó között, és reményeink szerint, hiszen ez Szegedváros alapvető céljai már hosszú évek óta, és meggyőződésem szerint Magyarország érdeke is, a régióban Szeged és Temesvár városának az összeköttetése. Az új híd mellett 2020-ig az ELI Szuperlézer központ közelében tudományos ipari parkot alakítanak ki, fejlesztik a repteret, és tervben van az M47-es megépítése Miskolcig.